Kattogtak a fényképezőgépek a szalagátvágás közben. Volt mit dokumentálni. A Naki mezőgazdasági ZRT telephelyén kormányzati és uniós támogatással felépített terménytárolót adtak át. A beruházásnak köszönhetően a vállalat komoly lépést tett a precíziós mezőgazdaság elterjesztése felé. Az új csarnokban és az ott található berendezésekkel ugyanis szántóföldi vetőmag hibrideket állítanak elő. Vetőmag előállítás szántóföldi növénytermesztés keretében végzünk, tehát szántóföldi növények vetőmagját állítjuk elő, kukoricát, napraforgót, búzát, árpát, szóját, tehát elég sok az, amivel foglalkozunk. A kukorica az egy olyan tevékenység, amely egy meghatározott zárt rendszerben működik, és nem kerül be ide hozzánk, csak a szolgáltatási részét végezzük el. A többi növénynél pedig a feldolgozás előkészítéséig itt marad a termék, akár nálunk is elképzelhető, hogy a fémzárolás is megtörténik. Ez nyilván a megrendelőnek az igénye szerint változhat, és hogyha a megrendelő igénye az, hogy mi fémzároltassuk le a terméket, akkor mi készen állunk arra a vetőmag manipuláló rendszerünk okán, hogy el tudjuk végezni ezt a folyamatot, a tisztítási, válogatási folyamatokat, és ennek eredményeképpen fémzárolhatóvá válik a megtermelt vetőmag. A hozzáadott értéket kétféleképpen lehet elképzelni. Az egyik egy olyan termék előállítás, amely bizonyos speciális piacot szolgál ki, a másik pedig egy olyan, nevezük tömegterméknek, ami megkülönböztetett minőségi tulajdonságokkal rendelkezik, ezért meghatározott piacon magasabb értékesítési ára lehet eladni. Vagyis a vállalat a most átadott technikával akár új, a klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodó vetőmag hibridek előállítására is képessé vált. Az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára szerint a jövő az olyan cégeké, mint a Naki, amelyek innovatív, új módszerekkel reagálnak a kor kihívásaira. Ez pedig a kormányzat is támogatja. A vidékfejlesztési programnak 2024-től induló egyik támogatási prioritása a magasabb feldolgozottságú termékeknek piacra jutását szolgálja, beleértve az élelmiszeripari feldolgozás elősegítését is. Ez kiemelt célja a minisztériumnak, kiemelt hangsúlyt helyezzünk rá, és nem csak szavakban, hanem a vidékfejlesztési program erőforrásait tekintve, tehát a támogatásokban is. 2024 első negyedévétől kerülnek meghirdetésre ezek a pályázatok, amelyek azt kívánják szolgálni, hogy a gazdálkodók a piaci versenyben erősebb pozíciót tudjanak fogni, könnyebben tudjanak helytállni azzal, hogy magasabb feldolgozottságú szintű termékekkel tudjanak megjelenni. A Naki mezőgazdasági ZRT jogelődjét akkor még termelő szövetkezetként több mint 60 évvel ezelőtt hozták létre. Azt gondolom, hogy én ott voltam azoknál az időszakoknál, amikor a nagyüzemi termelés fejlődése, kialakítása volt a fő feladat. Nem lehet eltekinteni tőle, ez a szocialista társadalmi rendszerben volt, az akkori kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelően, de fő cél volt, hogy nagyüzemi termelése, hatékony munkavégzés folyjon. Ez 80-as években azt gondolom a magyar mezőgazdaság, de Naki Dózsa szövetkezetnek a tevékenysége is világszínvonalú volt, hiszen olyan értékeink, eredményeink voltak, amelyet országhatáron kívül is megemlegettek. Nyilván a rendszerváltás törést hozott és változásokat, de ez a társaság és a tulajdonosi kör ezeket a változásokat tudta kezelni, és azt a nagy elhatározást, hogy a céget együtt tartja és nem darabolja föl, azt meg tudta valósítani. Ennek eredményeképpen egy tőkeerős, jól prosperáló gazdaságként tudott átmenni ezeken a viharos időszakokon. A vállalat hamar a település és a környék legnagyobb foglalkoztatójává vált, sok ottani családnak biztos megélhetést garantálva. A cég ugyanígy segíti ma is a vidék fejlődését. Erről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Látjuk azt, hogy ez alatt az időszak alatt mennyit változott a világ. Milyen politikai, társadalmi helyzet volt akkor, amikor a TSZ-ek létrejöttek. Aztán jött a politikai átalakulás, rendszerváltás. Ez alapjaiban megrángatta a magyar mezőgazdaságot, csak úgy, mint az egész gazdaságot. Ehhez kellett alkalmazkodni. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a mezőgazdasági cég az elmúlt évtizedekben mindig megpróbált alkalmazkodni a lehetőségekhez, és ami nagy előnye volt, hogy egyben maradtak.
még akkor is, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltozott, és így ennek a térségnek az egyik kiemelkedő mezőgazdasági cégje maradt, illetve azzá vált. Egy olyan cégé, ami Nakon például az önkormányzatnak a legnagyobb adóbefizetője. De itteni embereket alkalmaznak, és a vidékfejlesztésben óriási szerepet játszanak. Azért is van, hogy a kormány ezeket a cégeket is támogatja, és reméljük azt, hogy a következő időszakban is, ahogyan például az éghajlat változik, vagy egyáltalán a kereslet kínálat változik, ezek a cégek ahhoz is tudnak alkalmazkodni. Ezért is jó az, hogy ilyen fejlesztéseket tudunk közösen átadni. A most átadott NAKI beruházás több mint 300 millió forintból valósult meg.